Kedves nézőink, a Kézilabda Hete című programsorozat keretében nyílt edzéseken ismerkedhettek a gyerekek a sportággal a napokban. Most erről számolom be önöknek. A Fekete-Vörös Marti iskola felújított tornacsarnokában rendezték meg a Kézilabda Hete című rendezvénysorozatot. Hogyan jött létre ez a program? A Magyar Kézilabda Szövetség csatlakozott az Európai Kézilabda Szövetség programjához, ami azt jelenti, hogy szeptember 7-től 13-ig minél több kézilabda jellegű programot kellett az egyesületeknek biztosítani a kézilabda népszerűsítésére, és hát az egyesületünk, az Ajkai Trampolin Sport Egyesület kézilabda szakosztálya egy olyan programot tudott nyújtani kedden, csütörtökön és szombaton, amit országosan is elismertek, és hát dokumentáltak. Az említett napokon nyílt edzéseket tartottunk, a legkisebbektől, akár az általános iskola 7.-8.-osok számára. Megfordultak nálunk óvodások, megfordultak nálunk régi kézilabdásaink, és természetesen új tagok is. Három részre osztottuk a csarnokot, szivacs kézilabdát és kézilabda előkészítő játékokat játszhattak a legkisebbek. Mindenki kipróbálhatta a labdás ügyességét akadálypályákon keresztül, és megismerkedhetett mindenki a street kézivel. Összesen hány gyerek fordult meg a három nap alatt a nyílt edzéseken? Hát megszámolni nagyon nehéz, biztos, hogy több mint 100-an voltak jelen. Az egyesület tagjai természetesen itt voltak, a régi tagokat már említettem, és beköszöntek hozzánk olyan nagyon jó adottságú gyermekek, akiket szívesen látnánk az egyesületünk soraiban. Pillanatnyilag hány gyerek kézilabdázik versenyszerűen a városban? Elég nehéz megmondani, ugye két részre van osztva a városban a kézilabdázás, az utánpótlás nevelés. Mi a legkisebbektől foglalkozunk egészen az U12-es fiúkig, tehát ők a 2003-2004-es fiú generáció, valamint az U11-es lányokig, ők a 2004-es generáció, és hát 2007-8-as gyerekek már versenyeznek nálunk. Tőlünk kerülnek fel az Ajkai Kézilabda Klubhoz, ahol az U14-es korcsoporttól fölfele tudnak versenyezni a fiúk, és U13-tól fölfele pedig a lányok. Milyen lehetőségeik vannak a sportoló gyerekeknek? A kézilabda terén szerintem évről évre egyre többet tudunk nyújtani a gyermekeknek. Tavaly évben polgármester úrral megbeszélést tartottunk, és hát ennek örömére kaptunk egy plusz órát a Fekete Csarnokában, és ajánlatot arra, hogyha megfelelő utánpótlás bázist biztosítunk, akkor ő is pozitívan áll az egyesületünkhöz, ez hál' Isten nagyon jól működik. Ebben az évben közel 15 versenyzőt tudtunk feladni a Kézilabda Klub Ajkának magasabb szintre, és hát nagy öröm volt látni, hogy az U13-as lánycsapatuk a Kézilabda Klub Ajkának 7 tőlünk elszármazott versenyzővel kezdte a CL-kupa első fordulóját. A KK Ajkának köszönhető a Fekete István tornacsarnokának a felújítása is. Igen, nagyon nagy lehetőségeket rejteget a társasági adóból származó látványcsapatsportokat érintő támogatás. A Kézilabda Klub Ajka ezt a pályázatot ragadta meg, és hát a csarnok átadás még hivatalosan nem történt meg, most még csak teszteltük a csarnokot, de úgy néz ki, hogy a gyermekek nagy örömét váltotta ki ez a szuper padlózat, és természetesen az öltözők felújítása is. Milyen visszajelzések érkeztek erről a hétről? Hogy érezték magukat a gyerekek? Nagyon pozitív a megítélése ennek a sporthétnek. Több gyermekszülője keresett meg, hogy mikor tud becsatlakozni a kézilabdába, és nagyon örülünk, hogy az új tagok nem csak eljöttek és megnézték, hanem ki is próbálták a kézilabdát, a kézilabdával kapcsolatos mozgásformákat. Mikor, illetve hol tartjátok az edzéseket heti szinten? Itt a Fekete-Vörös Marti tornatermében, kedden és csütörtökön vagyunk hétközben, valamint hétvégén szombaton. Kedden 4 órától 6 óráig, csütörtökön 4 órától 7 óráig, szombaton pedig, amikor nincsen gyermekbajnoksági forduló, akkor 9-től 11-ig. Ezen kívül a versenyzők számára péntekenként erőléti edzések vannak. Kik tartják az edzéseket? Hárman vagyunk jelenleg az egyesületben, akik rendszeresen edzést tartanak. Sulák Ágnes kolléganőm az U12-es fiúkat versenyezteti, Vég Balázs versenyezteti a lányokat U10-ben, U11-ben. Enyém a megtisztelő feladat, hogy a legkisebbekkel kezdhetem el a kézilabdát.
valamint a kicsit idősebbeket versenyeztetem úgy 10 éves korig, de meg kell említeni Szánocki Szilviát, aki múlt évben szerezte meg a licenszet, és a kapusainkkal foglalkozik péntekenként. Ha valakinek megtetszik ez a sportág, jelentkezhet-e még? Természetesen bármikor be lehet hozzánk csatlakozni. Mindenkinek azt szoktuk mondani, hogy jöjjön el, próbálja ki, egy próbát megér. Ha jól érzi magát, akkor pedig bármit el tud érni a sportban. Ha csak azért jön, hogy mozogjon egyet, már akkor sikert tud elkönyvelni, és akár versenyzésig is juthat, hiszen egyesületünk nem csak az országos gyermekbajnokságban szerepel, hanem rendszeresen a CELKUPA nemzetközi kézilabdatorna résztvevője is. Mi a helyzet pillanatnyilag az egyesület gumiasztal szakosztályával? Természetesen a Borsos Iskola Kossuth tagintézményében működik továbbra is a gumiasztal edzés és az óvodás torna. A versenyzőinkkel készülünk a magyar bajnokságra, Csánisz Laurával készülünk az olimpiai reménységek versenyére. Nagy örömünk, hogy Laura elnyerte a városi sportösztöndíjat, ez újabb lendületet adott neki, és hát a hobbi csoportunkba egyre több új tanuló csatlakozik.